Megszereztük a vadászati kiállítás vidéki költségeit, több mint 5 milliárd forintot szóltak szét országszerte, többek között 300 millió forint jutott egy vidéki vadászkönyvkiadónak, ami Semmilyen Zsoltnak és Bájás Zsoltnak adta ki a közös könyvét. Ez az, amit mi is megvettünk, hogy nektek ne kelljen. A társadalom egyre nagyobb része nem személyes élményeken, nem Fekete István állatregényein, hanem Walt Disney Bambiján nő fel, aminek a világon semmi köze a valósághoz, a természethez, jelesül az őzekhez. Filozófiailag és nagy veszélynek tartom az állatok ilyen antropomorf beállításait, mert azon túl, hogy természettudományos szempontból hamis, olyan képzetet alakít ki, ami egy szintre teszi az embert az állatvilággal. Az állatvilág ilyenfajta humanizálása végül is az ember relativizálása, ami az ember dehumanizálásához vezet. Továbbá 200 millió forint jutott a vadételek népszerűsítésére. Itt egy olyan céget találtunk, aminek nincs is honlapja. A kedvencünk azonban egy vidéki vállalkozó, aki vásárosnaményben közel 400 millió forintot kapott arra, hogy a saját trófeáit kiállítsa a felesége hotelében, amire szintén állami támogatást kapott, közel 500 millió forintot. Ha érdekel még, hogy mire szólták szét a pénzeteket, akkor kattintsatok a cikkünkre.